következő versenyzőnk egy férfi lesz, méghozzá nem nagy, hanem kis László. Igen, megkaptuk a szót, köszönjük szépen be. A László áll itt, Laci áll már itt mellettem. És érdekesség, hogy miközben hallgattál egy-két produkciót, azért kisebb kritikákat megjegyeztél. Te mindig ilyen kritikus vagy? Hát nem mindig, de most azért kicsit jobban odafigyelek, és akkor most azért kicsit kritizálok is magamat is majd a végén. Szerintem nincs ezzel baj. Fátyol Tivadarnál hallottuk az előbb, hogy felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az, hogy érthetően szépen énekeljünk, tehát lehessen érteni a szavakat, a gondolatokat. Te szoktál erre külön figyelni, erre trenírozni magad? Igen, szoktam, hogy ugye az a nóta akkor komplet, hogyha megértessük a közönséggel ugye a mondani valóját, és akkor így egybe az egész, így a stím. Egyébként a zsűrit gondolom nagyon jól ismered. Kitől tartasz a legjobban? Ki az, akinek a véleménye talán a legjobb, legkülönlegesebb hatással van rád? Hát a Bokor János, a Szirmai László, aztán... Konkrétan a teljes zsűrit soroljuk föl. Pontosan. Ja, nem húzom az időt. Hát kíváncsi vagyok, hogy a zsűri tényleg hogyan fog hozzád állni. Parancsolj, a színpad közepén foglalj helyet, és utána várjuk a produkciódat. Egyen hölgyön és sinkon.
Hatvani kis Gyöngyi a szó. Csak annyit szeretnék mondani, kedves László, hogy akinek ilyen szép, tiszta, telt és kiegyenlített hangja van, az ne izguljon ennyire. Egy icipicit a második verszakban volt egy icipici kis nem tiszta hang, de ettől tekintsünk el, mert ez ugye ezzel jár, de én gratulálok, és a mai nap folyamán nekem ez az első nagy meglepetésem. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Fátyol Tivadarnál a mikrofon. Hát gratulálok, kedves László. Annál is inkább, mert ez köztudott, hogy ez a nóta nagyon nehéz. Nagyon nehéz elénekelni is. Mikor elkezdte az első taktust, akkor mindjárt szegény Béres Feri bárs jutott eszembe, Isten nyugasztalja. Ő neki volt ez a nagy forszáma, mindig ő éneket, és tényleg nagyon nehéz énekelni, nagyon kell figyelni, és kiválóan, gyönyörű, szépen elénekelte ezt a nótát, szépen nyitottan. A viszont a csárdással, ami nekem kis gondom volt, pontosan ez a nyitottság, hogy picit olyan zártan, én nem tudom, én gondolom ez az izgalom, úgyhogy azt is lehet nyugodtan, nyitottan énekelni, hogy lehessen tisztán énekelni, hogy mi történt a Bazsa Márival, és akkor szerintem nem lesz gond, úgyhogy gratulálok, és sok sikert kívánok, jó egészséget. Köszönöm szépen mindenkinek. Köszönjük szépen. Még Buffó Rigó Sándor szeretne mondani egy rövidet, úgyhogy ha ide küldeni a zsűri a mikrofont, köszönjük szépen. Hadd gonoszkodjak én is. Csodálatos hangja van. Nagyon jó énekel. Egy pici észrevétel. Jobb ottan. Nem jobb ottan, hanem jobb ottan. Tehát a nótának a végén van az a jobb ottan. Tehát ezt valahogy jobban ki kéne külön kéne választani. Mert ez így illik. Aztán még egyet. A csárdásban talán azért volt ez a bizonyos valami olyan, amit a Tvátyó Tivadar barátom is mondott, nem tudom, milyen jelzőt használt rám, talán mert nagyon közel van a mikrofon a szájához, és egy picit talán, ha ebben a pózban tartaná, akkor nem volna az a becsörgés, és az arcát is jobban lehetne látni, ezáltal a televízió is jobban tudja majd venni, a legközelebbi baha lesz, és egyébként engem az éneklési módja a Domaidi Lászlóra emlékeztet, őnek volt ilyen jó testes habitusa. Úgyhogy gratulálok! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, úgyhogy kis László mehet pihenni, azt hiszem elég jó kritikát kapott, de hogyha mégsem jönne úgy a pontszám, ahogy a zsűri ezt gondolja, vagy valaki esetleg nem ért egyet a másikkal, akkor itt az ideje, majd az adás végén, hogy küldjék el kis László kódját, mégpedig az NS szó közt 19-et a 0691-221-321-es számra. Viszont most szusszanjunk egyet, elmegyünk egy rövid reklámra, és aztán pedig folytatjuk. Reklám után szabadon, végre itt vagyunk ismét a tehetségkutató versenyünkön. Egy pillanatra még elkaptam kis Lászlót, mert kíváncsi vagyok rá, hogy ő hogy érezte magát a színpadon. Úgy azt mondtad, elég kritikus vagy magaddal szemben. Hogy érzed? Mennyire lehetsz kritikus? Hogy sikerült a fellépésed? Hát az az igazság, hogy érzékeltem én is pár hibát, ittottam ott, de hát jó van, majd kiküszöböljük, és akkor aztán majd a jövőben jobb lesz. Köszönöm szépen, Laci, fáradj a pihenőbe. Szerintem egy törülközőt is nyugodtan szerezzél. Minden jót. És itt van